műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Kezdeményezték annak a bolgár sofőrnek az előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint a tegnapi 3 halálos áldozatot követelő balesetet okozta. Szemtanúk szerint az autópályán feltorlódott kocsisorba fékezés nélkül rohant bele nagy sebességgel a bolgár kamion. A 34 sérült között román, bolgár, szerb és török állampolgárok is vannak, többüknek életveszélyes az állapota. Közben a román kormányfő megköszönte a magyar hatóságok tegnapi baleset után végzett munkáját. A tömegkarambolban 3 román állampolgár vesztette életét, 18 pedig megsérült. Újabb tömegkarambolok voltak ma az M5-ösön a tegnapi baleset közelében. Úcsa és Gyál között reggel először 4, majd 3 autó ütközött össze. Az első balesetben egy kisfiú sérült meg, őt megfigyelésre kórházba szállították. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom, torlódásra kell számítani.